Na szevasztok srácok, itt Timi, és két viszonylag mondjuk ki gyengén sikerült GTA San Andreas után igyekszem most már egy idézőjelesen normális San Andreas videóval jelentkezni. Ugye az előző két részben volt minden gond, a a tizedik részben nem volt semmi hang, az valami nagyon-nagyon jó volt. Vagy nem, ha jól tudom, a tizedik részben nekem volt hangom, a játéknak nem. Legalábbis úgy rémlik, most így nem néztem vissza, mert minden szarakodott a tizedik részben, és a tizenegyedik részben ugye csak a játéknak volt hangja. Úgyhogy voltak itt gondok, kérem, de akik látták az előző Need for Speed videót, már tudják, hogy megoldottam a hang problémákat. És itt a család. Legalábbis a család örömlánya. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. Tégy úgy. To the body over with that big willy bullshit and you gonna get shrek. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. No, you cuz it goes. Thinking grocery for the smoke and those chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Hát ezt nagyszerűen bemondta. Smoke az egy csicska, gyerek. Hát őszinte legyek, engem nem nagyon érdekel, hogy Smoke milyen futárt küld. Ezekkel nem nagyon szoktam sosem foglalkozni, nem mindegy, telefoncsörgés. Na. Nem tudtam, ki hiányzik. Oké, megvan. Nincs itt véletlenül a motor, de ez az, jó van. Hát itt vidéken talán ez a legértelmesebb járgány, úgyhogy... Jó, és nem kérózozok. Nem is biztos, hogy fogok rádiózni többet. Már nagyon unom, hogy folyton megjelöli copyrightnak ez a hulladék YouTube. Főleg az előző részben ugye azért jelölhette meg, mert nem beszéltem. És csak a zenét lehetett hallani, meg a játék hangját, úgyhogy az nem volt egy előnyös epizód, de itt most már minden oké. Okay. És a következő részben most már nem halogatjuk tovább. Azt szerintem nem is rész lesz, hanem csak ilyen úgymond San Andreas külön kiadás, bár azt nem mondanám külön kiadásnak. Szerintem az is rendes végigjátszás rész lesz. Hát megcsináljuk a mentős küldiket, szerintem. Mert ugye full élet az azért nem lenne rosszul, és hát itt vidéken nem lenne azért túl hosszú idő, várja pont, hogy a másik irányba kéne jönni. Ki akarnék érni az útra. Hoppá, meg is érkeztünk. Nagyszerűen érkezünk lefele. Jó nagy sebességgel robogunk. Még fölfele is elég nagy sebességgel érkeztünk, aztán most egy kicsit ellassultunk. Ellassult a dolog. Hoppá. Mi ez a nagy forgalom hajnali kettőkor? Hopp-hopp, még így sem estünk el, de itt fölfele kéne jönni, mert nem Los Santosba akarok menni. És persze, hogy beleesek a vízbe, nem? Csoda. Ja, itt van a víz. De nagyon sokat látok, mit ne mondjak. Lehetne reggel, na mindegy. Jövünk tovább az autópályán, mondjuk így is Los Santosba fogunk kikötni, úgyhogy teljesen mindegy, de errefele gyorsabban megérkezünk. Ó, most már utólag bánom, hogy erre jöttünk, már hosszabb utat választottam. Várja, most nem is oda megyünk, ahova az első talinál, nem? Ó, nagy C betű. Sőt, úgy döntöttem, nem erre jövünk. Erre rövidebb lesz szerintem így az út. Úgyhogy itt megfordulunk szépen. Ó! Kurva anyádat, ezért most nagyon meghalsz. Mit csináltál? Ne meneküljél, ne meneküljél, most ne menekülj. Jó ét. De hát hihetetlen hallod.
És most mehetek le a motorért. Jó, nem fogunk leugrani. Jó, chopper, az sem rossz. Mindegy, elvisszük ennek a szemétnek a taxiát. A rohadt anyját neki. Elnézést, hogy itt megint káromkodok, de... Meg itt szidom az édesanyját, de akkor is. Mit képzel ez? Itt jövök nyugodtan, ez meg nekem jön. Legalább a kocsiját el lehet vinni, mint ha valami sokat érne, de hát... Na, oké, egy újabb cross motor, ez jó lesz nekem. Nem, nincs neked jogsid. Te még kicsi vagy ehhez! Hely. Jó, unom ezeket a zenéket. Bocs, hogyha nem nagyon hallgatom, gyerekek, de... Igazából egy, ez copyrightet nem akarok kapni, én már nem nagyon kedvencem ezek a San Andreas zenék. Hát ugye, én már kezd unalmas lenni, hogy már az összeset kívülről tudom körülbelül. Az nem jó féle már. Hoppá, jó van, leestünk. Nem baj, CJ kemény gyerek, semmi baja nincsen ettől. De most őszintén gyerek, mit hallgathatnánk? Los Santos Radio-ban megy a szar Rider Rap. Jó, most mondjuk nem a Rider Rap megy, ezt lehet hallgathatjuk, hogyha úgy van, de... Egyszerűen már néha ideges vagyok, mert nem szeretem, hogyha minden videót megjelöl ez a hulladék YouTube copyrightként. Különösen a GTA videókat. Másban nem jelöli meg amúgy, de GTA-ban mindig szinte. Mondjuk nem, még ez aránylag jó zene is, de ne, jó, így megérkeztünk, nem kockáztatunk egy felesleges jogvédett zenét, azt nem akarjuk felhasználni, vagy hogy mondjam, nem akarunk copyrightozni. El is mentjük, mert még egyszer nem teszem el ekkora tábot és kezdjük a küldit, alapok. Hey, Catalina, babe. It's me, Carl Johnson. CJ! Kislány, hol élsz te? Come, baby! Come on, baby! Don't be mad, baby, please! Nagyszerű. És mi? Éppen a... nem akarom kimondani, hogy mit csinál. Na hát azért ne túlozzunk. You bitch. I'm so sorry, baby. Well, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Please. Milyen hangon beszélt már, Carl? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh. And you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on, just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Most erre mit mondjak? That's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that. Hát én meg nem. Ilyen egyszerű a képlet. Na, mindegy. Ne ülölgesed már, Carl. Ki tudja, milyen betegséget terjeszt. Meg nem vagyunk állatkerti gondozók, hogy ilyen vízilovakkal törődjünk. Mindegy, come on. Kid YST. Azt hittem, megy egy jó kis hold a line. Tűrűrű. Kéróz. Anyu cikádat. Na mindegy, ide jövünk, de itt meg ezeket
legutóbb elfelejtettem a végigjátszásban, van itt ilyen... Ilyen ez a robbantós táska, vagy mi ez, töltet, nem tudom. Ezt most amúgy is adnának, de azért 15 darab az ingyen, nem rossz üzlet. Jó, most így van 25, nagyszerű. Nagyszerű. Na jó, elég lesz! Azt mondtam, elég! Lövést tereztek magába, meg lehet lőni amúgy? Ne! Nem hittem volna, hogy ennyit meghalna, mindegy, tipsmix ülünk egyet akkor. 10 az 1-hez be megtesszük Esperanzát. Na, játszunk egyet kicsibe. Ja, hogy kell space-e? Fölteszek, mit tudom én, 100 dollárt, és akkor fogadás. Hogy kell? Melyik vagyok én? Come on! Nem tudom, melyik az enyém. Jó, az a zöld! Nehogy már annyit elrontott. Na! Gyerünk, 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 behozzuk azt! Behozzuk! Ne! Ne! Megint átvertek tipmixön. Vagy tipsmixen. És második lettem, ne szórakozzá. Kiad rák az a nonusz. Még egyszer játszunk. Eljátszom a pénzem. Teszünk egyet szemérmesre. Figyeljétek, nagyon pileszek szemér... Nem, nem. Jó, akkor erre Frongi Pannira, vagy mi a rák ez. Fölteszek egy 1000-est. Na, erre mit léptek? Pont enyém a pink, ne szórakozzá. Melyikkel kell, de az a baj, nem tudom, hogyan fut gyorsan. Vagy nem is én irányítom. Ó, de hülye vagyok, ennyi pénzt elcsesztem fölöslegesen, még föladhatom. Vágtas, vágtas. Gyerünk, 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 gyerünk. Hát ebből így. Mindig én vagyok a második. Bajnokom az, igen, nem, nem baj, van itt még pénz. Addig játszunk, míg nem nyerünk. Blankára heti hetes, diszes, duzzogó az, igen. Vagy duzzogó. Blankára fölteszek 5000-et. Nem 10000-et, ennyit nem teszünk. Fölteszünk rá 1000-est megint. Na gyerünk, Blanka, Blanka, come on bitch. Come on, gyorsan, gyorsan, Blanka. Szeretnék már egyet én is megnyerni, nem igaz? Egy kis pénz jól jönne a konyhára. Na, na. Ez az. Gyorsabban, 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 gyorsabban. Gyerünk. Jó, én vagyok az élen. Hol a vége, hol a vége? Nehogy már az a szemét érjen belőbb. Én leszek az első érzem. Én értem be elsőnek, ez az. Plusz 1000. Feltettét 1000, nyeremény 2000. Nagyszerű. Na, játszunk még egyet. Egy utolsót hóvirágra fölteszünk. 500-at. Ja, várja. Így 500-at fölteszünk rá, és fogadás. Gyerünk, hóvirág, gyerünk, 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 gyerünk. Nem tudom már melyiket nyomtam, de gyerünk most. Elindulunk. Come on, hóvirág. Ott vagyunk a második helyen, de az nem elég, nem elég. Az első helyet kell elérni valahogy. Gyerünk már, gyorsan. Á, ez nem lesz, mert még ki lehet valahogy lépni. Nem akarok ezret elbukni, na mindegy. Hát ez így nem lesz meg, nem lesz meg, nem lesz meg. Meg is állhatunk akár. De nem tudom, az a baj, hogy, na, hogy kell itt irányítani. Hát így utolsók lettünk. Na mindegy, 500-at elbuktunk. Ennyi elég. Csak lehúzzák az összes pénzemet. Na. Kezdjük akkor újra, persze. Jaj, megtartottad az autórat, nekem a szébrű kell. Ez itt az én autóm. Oké, ja, most nem szórakozunk, inkább betöltöm. Most egyébként max 10 ilyen robbanó töltetet vesztettünk. Mert most újra felvettük volna ezt a 15-öt, meg ő is adott volna még 10-et, na mindegy. Ezzel nem megyünk.
Hát ezt elfelejtetted, ilyen színűvel nem megyek. Most bocs, hogy itt szórakozok, de nem fogom itt beégetni magamat ilyen pink autókkal. Ez jó vicc volt. És megint ez, hát remélem szint vált. Jó, ez már nem ilyen pinkes, ez inkább ilyen barnás, vagy bordós, vagy milyen ez. Na, gyerünk, megcsináljuk most. Így is elég sok időt elhúztam itt őrült ködéssel. Tudod, kit buzikámozzál le, langyikám? Leszbikém. Ne keménykedjél. Gyorsabban, hát nem megy többel ez a... izé... inside track. Ne hűljél, jó, hogy fölvesszük még ezt a plusz 15-öt. Na be! Az előbb is én mentettem meg a nagymamit, amit nem lölöd le! És az ősembert esetleg. A nagymamit, amit nem engedem. Az igen, az ősember itt keménykedik. Nagymamit nem fogod lelőni, te szemét! Hagyjad békén a nagymamit! Jó! Öljed meg! Levesz érted a fél élet... Nem, már szegény nagymami! Ezért áldoztam fel a fél életem? Te is meghalsz, ősember! És te is kapsz egy pofont. Azért, mert megölted nagymamit. Na már ne védd magadat! Na mindegy, ne húzzuk az időt. Bum bum bum. Ja, itt megint kell használni. Várj, hol van az a... ja, ez. Oké, enyém a pénz. Na, azért ésszel. Come on, bitch, elindulunk. Shit! Mi a... Ja, 4-es, jó, nem szóltam. Azt hittem csak 3-as. Mi csinálsz, polissa? Bár mondjuk be kéne szállni, mert ingyen pán... ja, ilyen... páncél, golyóálló. De hát nem kell nekünk, hát most 200 dollár, nem vagyunk mi csövesek. Nem mész innét. Jó, előbb le kéne rázni őket, ó. Miért nem ezt mondtad? Gyerek, kocsoljak már egyet, egy hesolyam. Lazán. De ezeket nem kellett régen lerázni. Hallod, meneküljé, meneküljé, meneküljé. Futás van ám. Ez hova fut? Elütsz, meghalsz. Ne játszod az az életeddel. Oké. Gyere, gyere, gyere! Kapcsolj! Az Istenért itt már az, minek szól? Tehát burítsa föl! Nem ahogy ki van lőve a kerék. Nem ahogy defektes, nem baj, 3 kerekűvel is megcsináljuk valahogy. Jó, lopni kéne amúgy is egy autót. Az ott tökéletes lesz, állj meg! Jó, nem jó, inkább akkor már válasszunk. Ez itt elől tökéletes lesz menekülésre. Hello, szia Valencia! Vissza az ős földre. Vagy honnan vagy. Szálljál be! Az igen, az igen! Mi? Ne, nem illik! Ezek meg itt futkozna, most tűnt föl. Belöksz, meghalsz. Jó van, bevész magadtól. Várj, ezeknek egész jó fegyver van ezeknél általában. Uzi van náluk, hihetetlen, fölvehettem volna, nem baj, nem kockáztatunk. És most van menekülés ezerre. Köszi! Gyerünk! Nem már! Jó, megint lehet menekülni, nagyszerű.
Ne viccelj, hogy nincsen egy másik autós, és meg fognak ölni, megölnek, megöltek! vicc kategóri. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. Na szálljál be, van fél perced. Nem időzünk, de nem hiszem el. Na, azt még egyszer kimondod, akkor kiszállsz az autómból. És beledoblak a potokba, vagy mi van itt. Hoppá, megérkeztünk, jó. Ezt már láttuk kettőször. Nagyszerű. Ide bejövünk. Ezt is már láttuk kettőször. Nagyszerű. Ezt már nem engedi elnyomni a felénél sem. Hol van a kölyök? Árult már előszintén. Jó, nem időzünk most. Meg az előbb amúgy is ez a szemét lelőtte a fél életemet, mert megmentettem volna a gagyimamit. Most is lelőtted? Jó, most nem volt, most nem itt vásárolt. Nem jött Tipsmix szűni. Mi lényte te szemét? Tipsmix szűté! Na itt a nagymami. Hozzányúlsz, meghalsz. Nagyszerű, dur. Oké, megvan a money. No. Gurulj. Várjál, most a izé festőbe megyünk alapból. Mi az Isten? Zsernyák kutyák, az igen. Mindegy, most nem leszünk hülyék, mint az előbb, most egybe megyünk lefestetni. Crazy! Ilyet nem hallgatunk ilyen nyugdíjas zenét, meg amúgy is. Ez eléggé jogvédett, úgyhogy. Ó, hallott saját társát föllöki, jó van, köszi. Na, gyerünk. És hol van az izé? A festő. Mola már erre. Jó, itt lesz. De régebben ennél a küldini nem kellett lerázni őket, vagy le kellett, mert akkor se, én nem emlékszem, hogy volt. Hát itt jelöli, akkor lehet mégis. A PN spraybe le kellett, lehet akkor is jönni. Mi, jó van, már azt hittem, hogy 1000. 100-at azt levonhat. De az előbb azért egy 500-as a több volt, mert Tipmix üt. Ne! És szórakozol? Azért már ütöttem egy... hagyjuk. Azért 4-es bedobja. Mindegy, most ingyenes lesz, mert nem törtem meg. Aha, már itt gurul háttú a szemét. Megint 100 dollár, ne szórakozzunk már. És szerintem lehet, hogy csak ez az egy küldi lesz a részben, mert mostanság elég hosszú volt ez a küldi, aztán nem akarok azért túl hosszú részt. Úgyhogy ja, legközelebb majd innét fogjuk folytatni. Akkor már két küldivel jövünk, Katalinának még ezt a két küldét megoldjuk valahogy. Aztán lassan megyünk szemfélróba. Hál' Isten, jó van, nem érdekel a sabban duma. 2000 dollárra többre számítottam, na mindegy. Akkor ennyi lett volna mára. A GTA San Andreas végigjátszása tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá a tetszik gombra és iratkozz fel a csatornámra, legyetek jók. Én, ha tudtok, én Imő voltam. Sziasztok. Puff. Hoppá. Kihív, ki mer zaklatni. Akkor minek hívsz? Na mindegy, ezt a telefonálás majd csak a következő részben, ha fogjuk látni. Úgyhogy cső! Nem mondod komolyan, hogy ezt is túlélted. Hello Afrika! Dur.
Na, ennyi lett volna mára tényleg a San Andreas, sziasztok!